Volt. És közérdekű bejelentésekhez érnénk, kérdezem, hogy van-e képviselők részéről bejelenteni való egyéb információ. Ha nincsen, egy dolgot írtam itt fel magamnak, amit a két ülés közötti eseményeknél már említettem is. Magyarország legszebb fekvésű településéről a második és a harmadik legszebb fekvésűre való kirándulásnak a történése. Tehát erre szeretném kérni és buzdítani a lakosságot, a képviselőket éppen ugyanúgy, hogy jöjjünk össze, kiránduljunk együtt, érezzünk jól magunkat, és minél többen vegyünk részt ezen az eseményen. Egyébként van már érdeklődés, jelentkezés. Én a mai nap 10-15 fő közötti létszámot jelentettem le ezt Lukos Zsuzsannának, mert őt kértem, hogy írja össze. Tehát a Teleházban is lehet jelentkezni, és itt a polgármesteri hivatalban is. Mrázy Korsolyánál, vagy akár nálam, szívesen fogadjuk mindenféleképpen minden formában a jelentkezéseket. Nem kell most még fizetni, összeírjuk a létszámot, és a fizetés az ráér, úgymond később is, tehát ott az indulás az, amire legyen meg. Hát nyilván, hogyha már majd a létszám úgy alakul, akkor fogunk húzni egy határidőt is, még ebben nem gondolkodtunk, hiszen még annyira messze van az egész dolog, tehát így március 20-a az az időpont, ameddig fogadjuk a jelentkezéseket. Hozzá kell tennem, hogy jelentkezés sorrendjébe tudjuk ezt tenni, hogy mondtam, hogy korlátos a férőhely, tehát nem vagyunk úgy sajnos, hogy akkor indítsunk még egy buszt. Ja, és hát eszembe jutott, amit az előbb akartam még a két ülés között, hogy ezzel kapcsolatban kiegészíteni. Ugye nyilván, hogy a 18 000 forint azért az már egy tétel, főleg ha többen akar részt venni a család ezen a kiránduláson, de nagy a távolság, és mindent egybevetve úgy gondoltam, hogy talán ez az összeg azért még bevállalható, azért, amit az ember is kap, szolgáltatásokat, amit ez a díj tartalmaz, de 230 km emlékeim szerint császártöltés, elég hosszú út, azért a busz nem úgy megy, mint egy személyautót, még a sebességkorlátokat be kell neki tartani, pihenők is kellenek, tehát ha így mennénk egy napos kirándulásra, nyilván a költségek kevesebbek lennének, de így Feked biztos, hogy nem férne bele, a kettő pedig nincs messze egymástól, hogy akkor már Fekedet is nézzük meg, és hát ahogy láttuk azért a televízió képernyőjén keresztül, bizony megtekintésre érdemes a település. Ugye, hogyha korán indulunk, odaérünk 10 órára, nyilván akkor is kell, ha egy naposra megyünk, kell valami étkezést biztosítani, polgármesterrel találkozni egy kis településbemutatóra. Utána nem marad idő arra, hogy még nézzünk is valamit, mert azért április végén is, nem tudom, óraátállítás mikor van, de olyan 5-6 óra körül már majd elkezd a szürkület lenni. Induljunk haza, este érünk haza, tehát korán indulunk, este érünk, fáradtak vagyunk, nem tudom. Tehát én a két napos program mellé tettem le a voksomat, és azért alakult így kényelmesen belefér egy császártöltés, nem kell kapkodni, megállhatunk itt is, ott is, mindent megnézhetünk, mindent megkóstolhatunk, tehát ez egy nem egy sürgős kirándulásnak, hanem egy szép, kényelmes, de egy igazi súri kirándulásra van kilátás ezt ennek keretében, úgyhogy ezúton is biztatok mindenkit, hogy vegyen részt, és hogy mondtam, akkor március 20 jelentkezés függvényében az első körös határidő. Azt követően, ha nem lesz úgy a létszám, akkor megnyitnánk a szomszédos települések érdeklődői számára is, mert onnan is van jelentkezés, de elsősorban a súriakat szeretnénk, hogy ha részt vennének, nyilván ha meg kell tölteni a buszt, mi mindenféleképpen menni fogunk, azt kell mondjam, tehát hogy akik jelentkeznek, az indulás 6. szakat meg kell csinálnunk, hiszen a szállodát lefoglaltuk, máshogy nem lehetett ezt tenni, hiszen a szálloda se tud ránk várni, hogyha elkezd fogadni 10-15 főt, akkor már nem tud bennünket fogadni, tehát a buszos is úgy van, hogy előző héten még Erdélyben lesz egy túrán, busz számára is beír dolog, tehát ő is vállalkozó, vele se lehet ilyet megtenni, tehát minden lefoglalt ebben a dologban, tehát menni muszáj. És én úgy gondolom, hogy az 50 főt azért az eddigi jelentkezések, meg az ezt megelőző érdeklődések alapján azért tudjuk hozni és teljesíteni. De ezért is mondom azt, hogy jelentkezés függvényében tudjuk venni így a március 20-at, és elsősorban súriak részéről. Persze utána bővítjük, hogy ha úgy adódik, tehát az lenne az igazán szép dolog, hogy ha súriakkal tudnánk együtt menni. Köszönöm, ennyiben gondoltam még ezt kiegészíteni, és ha nincs más a közérdekű
során, akkor köszönöm a képviselők eddigi munkáját, amit zárt ülés keretében folytatunk, és köszönöm a televízió nézők, vagy hát az interneten az ülést követők figyelmét is. Viszontlátásra!